A mai órán azzal a kísérlettel fogunk foglalkozni, illetve próbáljuk megfigyelni, hogy mi történik a szilárdhalmaz állapotú nem fémes anyaggal, amit kénnek nevezünk. A kénről csak annyit kell tudni, hogy szilárdhalmaz állapotú, porszerű anyag és ilyen jellegzetes sárga színe van. A kísérletünkben két kanálnyi ként belehelyezünk kémcsőbe, utána ezzel meg vagyunk, elkezdjük melegíteni. Kémcsőfogóba fogjuk a kémcsövet, és két oldalról elkezdjük melegíteni. És két dolgot kell figyelnetek. Egyik dolog, hogy hogyan változik ennek a szilárdhalmaz állapotú sárga színi anyagnak az állaga, és milyen lesz a sűrűségük. Ha már a közelebbről nézzük egy kicsit, akkor már mintha ez a kén, ez a szilárdhalmaz állapotú kén kezdene elfolyósodni, és látjuk, hogy egy sárga színű folyadékká alakult a kén melegítés hatására, tehát ilyen barnás színűvé vált a kén. Tovább melegítjük, tehát egy ilyen higan folyós állagú, de próbáljuk tovább melegíteni, és látjuk, hogy a szín egyre mélyül. És láthatjuk, hogy a sűrűsége is megváltozott, mert amíg az előbb egy higan folyós állag volt, most egy sűrűn folyó állagot kaptunk. Próbáljuk tovább melegíteni. És ha megnézzük, megint kezd folyósodni ez a szilárdhalmaz állapotú, viszonylag sűrűn folyó és szilárdabb halmaz állapotú anyag. És a következő lépésben megpróbáljuk ezt a folyékonyabbá váló anyagot kiönteni, mert láthatjuk, hogy folyik, kiönteni egy kis desztillált vízbe. Folyékonnyá váltak én, folyik, és remélem, hogy ki fog csöppenni. Így van, meg is történt, közben kellemetlen szagot érzünk a kivált kén miatt. És létrejött, vagy keletkezett egy ilyen nyúlós, gumiszerű anyag, amely a folyadék felszínére, vagy pedig leülepedve helyezkedik el.